Sziasztok! A mai az egy nagyon vicces és remélhetőleg szórakoztató videó lesz, ugyanis nosztalgiázni fogunk, mert ma megmutatom nektek, hogy én hogyan sminkeltem gimiben. Megnéztem egy csomó külföldi YouTube-osnál ezeket a videókat, és hihetetlenül jól szórakoztam rajtuk, úgyhogy arra gondoltam, hogy én is megcsinálom. Nagyjából másodikos gimnazista koromban kezdtem el sminkelni, vagyis körülbelül 16 évesen, és mivel most már 31 éves vagyok, ez idestova 15 évvel ezelőtt volt, amit még kimondani is borzasztó, Jézusom. Szerettem volna nagyon autentikus lenni, és ugyanazokat a termékeket használni, amiket annó használtam, de amikor elmentem vásárolni, akkor hát sajnos szomorúan tapasztaltam, hogy bizony vannak olyan dolgok, amiket már egyáltalán nem lehet kapni. Illetve voltak olyan dolgok is, amiket egyébként lehet még kapni, csak most éppen nem voltak, pedig két drogériába is bementem. Én amikor elkezdtem sminkelni, akkor főként Miss Sporty termékeket használtam, ugye akkoriban az volt igazán olcsó, akkor még sehol nem volt az Essence, meg Catrice, meg Rivaldello, meg tudjátok, ezek a nagyon olcsó, elérhető árú sminkek, amiket most már ugye lehet kapni. Akkoriban a Miss Sporty volt igazából a legolcsóbb, és a legtöbb sminktermékem ettől a márkától volt. Még határozottan emlékszem egyébként arra is, hogy hogy nézett ki a csomagolásuk, és hát pontosan ezt kerestem, amikor bementem a drogériába vásárolni, de hát a többségét sajnos már nem találtam, de próbáltam valami nagyon hasonlót beszerezni, hogy azért mégis meglegyen a feeling. Én kollégista voltam, először hatal laktunk lányok egy szobában, aztán pedig négyen. Reggeli készülődéskor azt az egy darab tükröt, ami a szoba falán volt, így hát majdhogy nem körbeálltuk, és mindenki próbált egy pici részt elcsípni a tükörből, hogy ki tudja sminkelni magát, szóval eléggé vicces volt ez a kis reggeli úgymond tülekedés. Na de nem húzom tovább a szót, hanem vágjuk bele, aztán majd még úgyis így sztorizgatok közben. Az első dolog, amit használni fogok, az az alapozó lesz. A Miss Sporty alapozóját használtam akkoriban, és most ezt a So Matte verziót találtam belőle. Amit én használtam, az is ugyanilyen tubusos, kinyomós verzió volt, és mivel alapozó ecsetem nem volt, így természetesen a kezemmel vittem fel, mint egy ilyen hidratáló krémet, így bele dolgoztam szépen a bőrömbe. Néha egyébként használtam alapozó szivacsot, tudjátok ezt a klasszikus ilyen háromszög alakú alapozó szivacsot, de legtöbbször a kezemmel vittem fel. Az árnyalatot egyébként általában nem sikerült eltalálnom, tehát vagy sötétebbet vettem belőle, vagy világosabbat, mert hogy hát nem volt túl nagy választék árnyalatokból, és természetesen szigorúan csak eddig vittem fel az alapozót, tehát a nyakamra nem tettem. No. Itt volt egy ilyen szép, éles választék, lehetett látni, hogy addig tart az alapozó. Honnan tudtam volna én azt, hogy a nyakamra? Miért tettem volna a nyakamra? Hát fogalmam nem volt, hogy a nyakamra is kell, hogy egyforma legyen a kettőnek a színe. Igazából szerintem, ha valaki mondta volna, hogy a nyakamra is tegyek az alapozóból, szerintem kiröhögtem volna, hogy mi a fenért kéne a nyakamra tenni az alapozóból. De hát akkor még nem tudtam ezeket, akkor még nem voltak ilyen YouTube videók, amikből meg lehetett volna tanulni és sminkelni. Teljesen ilyen autodidakta módon magamtól kezdtem el mindent csinálni. A következő, amit használtam a bőrhibákra, az korrektor stift volt. Ez is Miss Sporty most, amit vettem, és ezt mindig a pattanásokra kentem fel, tehát a szemem alá nem tettem belőle. Szinte mindig világosabb korrektort vettem, ami ugye azért jó, mert amikor felkentem egy pattanásra, akkor nemhogy elfedtem vele a pattanást, hanem inkább felhívtam rá a figyelmet, tekintve, hogy világosabb volt a korrektor, mint kellett volna. És mivel ezek a stiftek azért picit talán ilyen szárazabb textúrájúak, így hogyha a pattanás is picit már szárazabb volt, akkor nagyon szépen kiemelte ezt a szárazságot. A következő, amit használtam, az természetesen a púder volt, amit szerintem ipari mennyiségben használtam, és határozottan emlékszem, hogy egy Miss Sporty púdert használtam, aminek sötétkék műanyag csomagolása volt. Volt benne egy ilyen ehhez hasonló kis pufni, és én mindig ezzel vittem fel. Hát most is egy Miss Sporty púdert vettem. Úgy csináltam, hogy így jól beletömködtem a púderbe ezt a kis pufnit, így, és így jól beledolgoztam a bőrömbe.
Az árnyalat egyébként általában nem stimmelt a púdernél sem. Mindig sötétebb púdert vettem, mint ami kellett volna a bőrömre, mert én úgy gondoltam, hogy púderezek és bronzosítok egy lépésben. És az egész arcomra fölvittem. És ez ugye azért volt, hogy az egész arcomat bepúdereztem, mert hogy most is már látom, ahol voltak szárazabb részek, azokat gyönyörűen kiemelte a púder, de hát ilyenekkel nem foglalkoztam akkoriban. És természetesen a púderből sem tettem a nyakamra, úgyhogy meg volt szépen így a éles választék az arcom és a nyakam között. Pirosítóból is Miss Sportit használtam, de sajnos azt a fajtát már egyáltalán nem találtam, amit én használtam annó, most már ilyen ragyogó finisű pirosítók vannak. Én pedig egy ilyen matt, viszonylag sötétebb májvás színt használtam. Körülbelül 2 darab ecsetem volt szerintem, és az egyik az egy ferde pirosító ecset volt, amit egy 100 forintos boltban vettem, és hihetetlenül durva szőre volt, de azt használtam pirosításra, ilyen ferde ecset volt egyébként, mint ez is. Úgyhogy most ezzel fogom felvinni. Indokolatlan mennyiségű pirosítót használtam. Mosolyogtam így, és akkor az almácskákra felvittem. Mindig többet, mint amennyit egyébként kellett volna. Úristen, mennyire hülyén nézhettem ki, Jézusom. Nem dolgoztam így el szépen, hanem csak az almácskákra. Hát bohóc fír, na, ez volt, igen. A szemöldökömmel nem csináltam semmit, tehát azt sem tudtam, hogy a szemöldökömmel kell valamit csinálni 15 évvel ezelőtt, tehát hogy így ezt hagytam úgy, ahogy van. A szememre oda mindig fekete szemceruzát használtam, és úgy csináltam, hogy kihúztam fölül a szempillák tövét, és azt elsapíroztam egy fültisztító pálcikával. Volt egyébként egy ilyen kétvégű szivacsos applikátorom, volt, hogy azt használtam, de a leggyakrabban fültisztító pálcikát. Szóval azt elsapíroztam, utána tettem rá egy kis szürke szemépudert, illetve alul a vízvonalamat kihúztam a fekete szemceruzával, szóval ilyen kis smoky eye-szerűséget kreáltam, ami nyilván teljesen indokolt suliban nappalra. Szemhéjalap, azt se tudtam mi az, nem is lehetett még szerintem kapni. Szóval így felvittem a szemceruzát. Egyébként ugyanezt használtam, mint amit most vettem, ez a Miss Sporty Cool Kajal szemceruza. Ezt még lehet kapni. És akkor ezt így elmaszatoltam. És utána tettem rá szürke vagy fekete szemhéjpúdert, mikor milyen kedvem volt, ez matt volt, nem fényes, meg semmi ilyesmi. Miss Sportit vettem, akkoriban is Miss Sportit használtam, de teljesen más volt a csomagolása, mint most. Ilyen kék kis tégely volt, átlátszó tekerős teteje volt. Csak így a szempillák tövébe, tehát nem satíroztam föntebb, meg semmi, csak a szempillák tövé. És akkor, hogyha ezzel megvoltam, akkor a szemceruzával kihúztam az alsó vízvonalat, de csak az alsót, a fölsőt azt nem, csak alul. No, hát valahogy így nézett ki a szemsmink, illetve természetesen még a végére jött a szempilla spirál. Nagyon sokáig a Maybelline Great Lash-t használtam, tudjátok, a rózsaszín tubus zöld kupakkal, és ezt még lehet is kapni egyébként, de én 2 DM-ben is voltam, és egyikben sem volt éppen belőle, pedig ott van a helye, tehát valóban lehet még kapni. Igazából semmi extra nem volt az a szempilla spirál, szinte semmit nem csinált a szempilláimmal, csak én nagyon picit kiemelte őket, meg szép feketék lettek, úgyhogy leggyakrabban azt használtam, illetve néha Miss Sporty szempilla spirálokat, később aztán áttértem egyébként a Maybelline spirálokra, de már nem a Great Lash-t, hanem annál azért jobbakat használtam, de most egy Miss Sporty szempilla spirált vettem, aminek ilyen tök egyszerű keféje van, és határozottan emlékszem, hogy annak a Miss Sporty spirálnak is, amit használtam, ilyen keféje volt. Ezzel csak így kifestettem a felső szempillákat, az alsókat nem. Most látom, hogy ide a szemem alá potyogott le a, nem tudom, a szemceruzából, vagy a szemfestékből. Na, ez gyakran előfordult velem. Ilyenkor fogtam azt a kis
szivacsos pufnit, amivel a púdert felvittem, és egész egyszerűen így letöröltem. És már csak az ajkak vannak hátra, azokra vagy szájfényt használtam, de ami gyakoribb volt, az a gyöngyházfényű ajakápoló. Sajnos most a Labellóból nem találtam azt a, tudjátok, ilyen gyöngyház rózsaszín kupakos verziót, pedig szerintem biztos még lehet kapni, de vettem egy gyakorlatilag ugyanolyat a BB-től. Ebből általában egy elég vastag réteget vittem fel az ajkaimra, és nagyjából óránként újra kentem. Tehát ott volt a toltartomban, és szinte minden szünetben újra kentem. És ezzel el is készült a gimi sminkem. Komolyan mondom, hogy most, ahogy így megnézem magam a tükörben, totálisan ugyanazt látom, amit gimiben láttam reggel, amikor befejeztem a sminkelést, és egyszerűen komolyan, annyira durva, hihetetlen. Tényleg így sminkeltem magam gimiben. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Nekem nagyon jó volt egy kicsit nosztalgiázni, és örülök, hogy megmutathattam nektek, hogy én hogyan kezdtem el sminkelni. Amit láthatjátok, egyáltalán nem voltam profi, rengeteg sminkbakit elkövettem, de abszolút vállalom, hogy ez is én voltam. Szerintem ez egyáltalán nem cigi, sőt, inkább tök vicces visszagondolni erre az egészre. Nagyon-nagyon várom a kommentjeiteket, kérlek, hogy írjátok meg nekem, hogy ti milyen sminktermékeket használtatok az elején, illetve milyen sminkbakikat követtetek el. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!